Köszöntünk benneteket itt a tészta készítés műsorunkban, amire most még ötleteket tudunk előhozni. Tehát gyere, nézd meg, hogy hogyan készül a céldavetértünk. Az a legnagyobb ötletünk, hogy amint látjátok, összedaraboltuk a tésztákat, ilyen kis apró kis tésztákat készítettünk, és most a célra vetélt készítésben veszünk részt. Az a legnagyobb kérdés, hogy szerintetek most érdemes-e tésztát készíteni, kinek mi a véleménye a tészta készítésről, és azokról a tippekről, ötletekről, hogyha tésztát érdemes most egy pár tojás birtokában készíteni. Ezt most félreteszem. És akkor tésztát készítünk. Kross tojásos tésztát. Az este már gyúrtunk, 1 kg liszthez készítettünk 8 tojást. VL 55-ös liszttel dolgozunk. Nekünk ez nagyon jó. Picit ki kell készíteni, de van egy pár darab benne. És utána egy picit arrébb húzzuk. Megpróbáljuk a másik szerkezetet is. Ez is nagyon jól dolgozik. Ez egy kicsit vastagabbat vetél, de ez is tökéletes, amit látjátok. Kettő gépen szeretek dolgozni, mert valamennyi helyzetet tudjuk kezelni. Egy kicsit ez vastagabb tészt, amit értek készít, a másik pedig vékonyabbat. Kicsit megszáradt a tészta, úgy tűnik. Kicsit arrébb pakolászunk. És kezdődhet újra a
munkafolyamat. Érdemes még egy kicsit végigjabba csinálni a gyomagot. Talán így könnyebben tudod beletenni az agyagot. Tehát itt a mai napi feladatunk a célba vetélt készítése, de lehet kis kockát, nagy kockát, tarkonyát, leppencset is, készíteni. Picit megfelezzük, de szélesebb picit. Mi a véleményetek a tésztakészítésről? Kicsit macerás, de érdemes vele kilódni, és akkor egy picit arrébb kell helyezni, hogy tudjon száradni. Ez már tényleg jó megszáradt. Nincs vele gond, nem tapad össze. Ezt most csak kézzel meghúzom. Csodálatos a tészta. Mi a véleményetek a gyúrt tésztákról, a gyorsztojásos tésztákkal kapcsolatos kérdésekre is lehet válaszolni. Aki a leghamarabb válaszol, kap egy kiló tésztát a nyereménye játékba, az első három helyezett. Aki a leggyorsabb lesz. Érdemes-e házi tésztát készíteni, kinek mi a véleménye, és az első, második, harmadik helyezett egy kiló száraz célra betéltet fog nyereményként otthonra, konyhába felvinni egy jó kis menü készítéséhez. Elég vékonyra kell a kisebbik csíkosat csinálni, lehet, hogy ez neki nem annyira sikerült jó vékonyra. Tehát most az a legnagyobb ötletük, hogy a vékony csíkot, ha készítitek, aki nem tudja megtanulni az eljöhet és gyere vele megmutató címmel, lehet egy-két kérdést feltenni.
gyorsan szárad a tészta, nem is gondolná az ember, hogy milyen jó a tészta neki. Gyorsan tudja darálni, és nem is tapad össze. Tehát a gyakorlat az sokat segít a készítésnél. Csodálatos a tésztán, amint látjátok, jó könnyen viszi. Érdemes megtanulni. Én is azt mondta anyukámnak, hogy majd a boltból megvesztjük, aztán sajnos nem lett magból se semmi se. De sajnos szeretjük a tésztát, olaszosan is szeretünk főzőcskézni, és az a helyzet, hogy sok tésztát fogyasztunk, burgonyát is, rizsát is, sok tésztával szoktunk ügyeskedni. Amint látjátok, csodálatos a célba betértünk. 8 tojásból készítettük, érce tojásunk van, most a kis tojások miatt oda kell figyelni, de sajnos ez nem olyan nagy, mint a rendes tyúk tojás, és ezért most egy kicsit ügyesebben kell tenni a feladatokat. Tehát, amit látjátok, csodálatosan halad ez a kis lépezet, és nagyon jó tészta készül belőle. Csináltam most 3-szor 1 kiló tésztát, mert volt egy kis plusz tojásunk, és most ezzel ügyeskedünk egy kicsit. Ezért most nyereményként, aki a leggyorsabban a kérdéseket meg tudja válaszolni, első 3 helyezett tészta célba betért nyereménybe vesz részt. Jó tojásos célba betértként. Csodálatos lett, amit látjátok, és most a következő tésztánkat is szépen megpróbáljuk. Ezt most szépen arrébb helyezzük. Van itt egy szabad hely, és ezt ide át is teszem. És jöhet a következő, ez a majd bemutatjuk kamerával, hogy hová tettük, és jöhet a következő tészta. Csodálatosak a tésztáink. Amit látjátok, ilyen nagy tésztából dolgozunk. Egy kicsit szikkadt az anyag. Most ezt föltekerjük erre. Deszkára, vagyis gyújtópára, és szépen össze fogjuk rágni. Sietnék el, mert szikkad áll az anyag, gyorsan. Egyszerűen megvárjuk,
és amikor szétnyílik az agyag, akkor még egyszer le tudjuk vágni. Kivesszük a gyújtófát, és itt a közepét is egyszer megvágjuk. Majd utána még lehet vágni, de ezt így a legegyszerűbb, mert a kézi vágást is hasonlóképpen szoktuk ki porciózni. Így és utána jöhet egy ilyen kis 18-20 centis darabba megfelezni az anyagot, vagyis negyedelni, és akkor négy fele négyen az anyagot. És aztán még lehet egy kicsit felezni, mert kicsit szélesre tűnik, akkor még érdemes közepét egy csíkba meghúzni. És készítettük az anyagunkat, a második levelünket rá tudjuk is haladósra venni. Már az este begyúrtuk a tésztát, egy kicsit pihent az éjszaka, és már reggel a 3 kiló tésztát ki is tudtuk gyújtani. És már 9 levél tészta összevágása vár ránk most lelepülhagyva, tehát a 3 kilóból 9 kis tésztakorvát készítettünk, és utána már a szállítás, szikasztás következés jöhet. És lehet hajtani a darálót, mert halad a tészta vágó. Már borulásos időnk van, sajnos, tehát most nehezebben száradnak a dolgok, de érdemes egy kicsit melegen tartani a helységet, és akkor a szikasztás az hamarabb megtörténik. Kézzel lehet vastag csíkot is vágni, azt is be tudjuk mutatni egyik levélnél, megmutatjuk a vastag csíkunkat, azt kézzel szoktam vágni, de most haladósabb így, tehát a vékony térdemetéltünket is most így haladósra vesszük. Leszikkadál az anyag, tehát nagyon jó, most a legjobb. Tarhonyát is lehet készíteni, de most azt hiszem, hogy a nagyobb részében térdemetéltet készítünk. Nagyon jó dolgozik a kis gépünk. Lebecset is lehet készíteni. Látjátok, meg is mutatjuk, hogy
ilyen csíkokat készítettünk, mert ez talán gyorsabban halad, és utána lehet vele pakolni. Amint látjátok, haladunk, második levél kész, és utána jöhet a harmadik levelünk, és 5 perc alatt elkészíted a levéltésztát. Csak tekerni kell, ez a legkönnyebb oldala a gépi dolgozásnak, mert csak tekerni kell az anyagot. És halad, 5 perc alatt készen vannak a gyönyörű anyagjaink. Szét is tudjuk rakni, hogy a száradásra tudjunk figyelni közben, de úgy is át kell tenni a másik szállító részre, mert jön a következő levélke, nagy levél, azt is tesszük a gyújtópára, és már tesszük is ide vágásra, és utána hamarosan a műsorunknak a folytatása majd a következő időpontban megoldásra talál. Köszönjük a figyelmet, és lájkoljatok, iratkozzatok fel. Köszönjük a figyelmet. Ne felejtsétek el, BL55 az anyag. Búzaliszt, 55-ös finomságú lisztet használunk, mert azt tudjuk mondani, hogy ezzel jó technikát tudunk végrehajtani. Elkészült a második levelünk is, amit látjátok, csodálatos a tészta, jó kis pergős, tehát nem tapad. Ezt is ide tesszük. És nézzétek, milyen csodálatos, jó kis anyag, tehát át is tudjuk ide helyezni a száradáshoz. És jöhet a következő lapunk. Gyújtófánk van, és a tésztánkat elvesztük, nézzétek, jó megszikkadt, ide ráhelyezem és feltekerem. Ezt is megvágjuk, és jöhet a következő szeletelés, ez már a harmadik. Vastag csíkot is tudunk vágni, hogyha gondoljátok, most vastag csíkot is be tudunk mutatni, az csak kézzel, mert nincsen vastag csík. Megélő, és az csak kézzel.
elfeleztük, egymásra borítjuk a kék oldalt, és vehet a vékony síknak a szeletelése. Ez egy kicsit vastagabb lesz, tehát ez vastag sík lesz most. A vékfogyakat érdemes elbújtatni a nagyok közé, hogy ne csúszson ki. És ilyen egyszerű, amit látjátok, egy jó késsel érdemes csinálni. Most nekem nem az igazi, mert az más helyen van, de most ezt is beírjuk. Már jó szikkadt az adag, tehát nem tapad össze. Érdemes egy kicsit odafigyelni ezekre a száradási dolgokra, mert ez segít nekünk a munkában, hogyha egy picit már szárazabb az adag. Ilyen egyszerű a vastag csirka is a munka folyamata, hogy mindig egy kicsit feljebb érdemes hozni a anyagot, hogy hozzáférhetőbb legyen. Nagyon jó az anyag, ki milyen vastagra akarja, fél centis, 3 mm-es, lehet 6 centis is, 6 mm-es is. Kinek milyen a kedvenc érete? Most utána még egy cénametéltet csináltunk, és csinálunk, és utána már a bősorunkat következő alkalommal tudjuk folytatni. Köszönjük a figyelmet, máskor is jövőtek itt velünk. És készült a vastagcsík, amit látjátok, csodálatos ez is. Ezt is oda tesszük a száradási helyre. Közben megmutatjuk nektek, hogy ilyen csodálatos lett. És jöhet a következő rendje. Haladáv, ez nagyon jó, itt a gyúró, akármink, de és jöhet a tészta, levél, csodálatos a levelünk, nézzétek meg, ez is csodálatos. Rátekerjük erre.
a pára, és már lehet is szeretelni. Kicsit már velemé válik a szikasztás következtében, de attól, hogy lehet vele dolgozni, nagyon jó. Hozzá kézi erő, nagyon jó kis izmos kéz kell a tészta készítéséhez, de meg is edződik a kis keze az embernek, mert rá van az ember erre a helyzetre egy kicsit hagyatkozva. Most összeborítottam a kettőt, egymásra tettem, és most így vágom el. Így egy kicsit vastagabb, erősebb kézzel kell dolgozni, de nagyon jó. Most csinálom még egy szélravetéltet a kis masinával, és utána kész is vagyok. Hallottam már, hogy van már elektromos gép is, többfajta műveletet tud az elektromos, az már még könnyebben dolgozik, csak az anyagi zsebbenyúlós, és én még ilyen dolgokat nem vásárolgattam. Ezt még édesanyám szerzeményei, a vejet vég, itt megtartottunk, és szívesen használtam.